A Sátoraljaújhelyi Kistérség több célú társulása mai napon megtartott alakuló ülésén elsőként az elnök személyéről döntöttek a társulási tanács tagjai, majd megválasztották az alelnököt. Az elnöki posztot immár a harmadik alkalommal Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhelyi város polgármestere töltheti be. Igyekszem megfelelni a bizalomnak, és legalább minimum annyi munkát végezni, és annyi odadást tenni a társulási tanács működésével, mint az előző időszakban tettem. Külön itt megragadom az alkalmat, itt is, hogy gratuláljak az elnökségi tagoknak, a pénzügyi bizottság tagjainak, a oktatási bizottság megválasztott tagjainak a munkájához. Frankó Tamás polgármester lett az alelnök, és nagyon sok, hiszen 5 fős bizottságokat választottunk meg, személyi neve került elfogadásra. Így az előkészítő bizottság tagja lett a társulási tanács elnöke és alelnöke, valamint Moravszki Zsolt Páháza, Mester András Füzérkomlós és Kolesár Sándor Hollóháza polgármestere. A pénzügyi bizottság elnöke lett Kultos Sándor Kisuta polgármestere, tagjai pedig Espán Miklós Felsőregmec és Pandák Pál Füzér Radvány polgármestere. A közoktatási bizottság elnöke Horváth Jenő Füzér polgármestere, tagjai Hutkai Sándor Nyíri és Sándor Endre Kovács Vágás polgármestere, valamint külső közoktatási szakemberként megválasztásra került Sápini Trembolyák Tünde, a Füzér Komlósi és Baldi Miklós a Kazinci Ferenc általános iskola igazgatója. Láthatóan elég egységes volt, nagyon egységes volt a szavazásnál a kistérségi társulás, ami egyébként is általában azért jellemző volt, hiszen komoly feladatunk van, és ezt csak közös erővel, együttes akarattal tudjuk megvalósítani. Azt, hogy Sátoraljaújhelyt, azt, hogy a hegy közt, az ott élő embereket, a településeket minél jobb élethelyzetbe tudjuk juttatni, ez pedig csak nagyon nagy akarattal és erős összefogással történhet meg. Itt, ezen a társulási ülésen, az alakulülésen ez az akarat megvolt, és remélem, hogy a következő 4 évben is kitart. A tisztségviselő választást követően több aktuális kérdés is szóba került a társulási tanácsülésen. A Nemzeti Parkkal kapcsolatosan megkeressük Illés Zoltán államtitkár urat, és egyeztetni kívánunk vele, illetve a Comba Sándor urat meghívja majd az önkormányzat egy tájékoztatóra a jövő évi közmunka foglalkoztatási lehetőségekről, mert hogy szeretnénk időben fölkészülni a foglalkoztatás ilyen formájára is. Valamint szó volt a társulási tanácstagok szokásos őszi kirándulásáról is, melyen önköltségesen vehetnek részt a polgármesterek.